Egy más témában egy rövid megjegyzésem lenne, ma egy nagyon heves demonstráció zajlott a Hortobágyon, konkrétan Váncsot határába, ahol a földmutyiba károsult hortobágyi gazdák jelezték, hogy nem fogják tudni hova tenni a 40 ezer, közel 40 ezer állatukat. Én azt gondolom, hogy csak azt tudom nekik innen is üzenni, hogy mindent felülír az állatvédelem és a természetvédelem. Tehát ne hagyják magukat, és addig ne jöjjenek le a legelőről, míg a új, nem létező állatállományra rendelkező állattulajdonosok meg nem jelennek konkrét állatállománnyal. Mert én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, és hát azt kérjük a miniszterelnöktől, pedig most már mondjon valami konkrétat a KEHI-vel kapcsolatban, mert ez eddig mindig máshogy történt, és mindig más mondott, és ezt most nagyon unják, és hát amikor olyan hírek jönnek, hogy lincs hangulat uralkodik, akkor azért az már elég veszélyes történet, úgy gondolom. Questor ügyben azt szeretném jelezni, hogy mi elindítottunk, ahogy mondtuk a hét elején, egy olyan segítő szolgálatot, amiben azt szeretnénk elérni, hogy minden károsult kapjon megfelelő tájékoztatást és a jogi lehetőségeiről, és nem csak tájékoztatást, hanem konkrét segítséget. Szeretném jelezni, hogy ezt hétfőn jelentettem be, azóta több ezer megkeresésünk volt az interneten, illetve az irodáinkban. Van olyan irodánk, ahol több mint 200 károsult jelent meg, és segítettük a feljelentés megtételébe. Ugye ez a konkrét segítség az abból állt, hogy egy feljelentést készítettünk el, ahol a védelmet nyilván hatóságnak kell adni egy bűncselekmény ügybe az ügyfélnek, illetékmentes, tehát semmi kockázata nincs, de úgy gondoljuk, hogy csak az egy módja van, hogy valaha is valaki a befektetéseiből valamit viszont lásson. Ez az egyik része a dolognak, a másik, hogy miután ez több szálon fut ez az ügy, és azt is láttuk, amiről beszéltünk a parlamentben is, hogy volt egy korábbi felügyeleti ellenőrzés 2010 áprilisában, még a mi kormányzásunk idején, amikor a Questort eltiltották minden típusú ilyen tájékoztatási tevékenységtől, ami az emberek félrevezetését mutatta. Ezért mai napon a pártelnökünk, Tóbiás József írt egy levelet Polt Péternek, amiben közérdekű keresetek és vizsgálatok kezdeményezését kértük tőle a Nemzeti Bank ellen, ami ugye a felügyelet is egyben, azért, mert úgy gondoljuk, hogy közigazgatási hatáskörben is történtek hibák és visszaélések. Hát ha igaz a hírek, akkor a Questorban a felügyelők csak kávézni jártak, mert ki volt nekik adva, hogy semmit nem nézhetnek, és ezt mi szeretnénk, hogyha az ügyészség tisztázná. Ezt az ügyészség hatáskörre szeretném jelezni, ez nem a károsultak dolga, ez a közérdekű keresetindítás minden esetben, hogyha az a gyanú merül fel, hogy közigazgatási hatáskörben valaki hibázott, akkor ezért felelnie kell, és ennek a felügyeleti szerve az ügyészség. És ahogy a Betty jelezte a szóvivőnk, tegnapi napon benyújtottunk egy országgyűlési hatálati javaslatot, aminek az a címe Fideszes bankbotrányok károsultjának teljes kártalanításáról és a pénzügyi szektor felügyeletének megerősítése érdekében szükséges halaszthatatlan intézkedésekről. Ez hétbontból állak, a internetes, tehát parlament internetes felületén megtalálható, és ebben minden olyat lefektettünk, amit a kormánynak meg kell tennie, leginkább nyilván az azonnali kártalanítás a Nemzeti Bankon keresztül, és innen üzenjük Matolcsi Györgynek, hogy bújjon elő a barlangból, mert már a medvék is előjöttek, és szeretnénk, hogyha a téli álom megszűnne, és nyilatkozna valamit, és ezért is írtunk többek között a legfőbb ügyésznek, mert úgy látjuk, hogy ez a sunnyogás, amit ő ebbe az ügyben rendez, az is azt igazolja, hogy valakinek nagyon komoly vaj van a fején ebbe a történetbe. Tehát ezt a országgyűlési hatálytot nagyon remélem a Fidesz támogatja, mert ugye ők is jeleztek törvényjavaslatot, egyébként ebben is van erre utalás, hogy majd visszamenőlegesen elrendezik, hogy a brókerek anyagi felelőssége is legyen, teljes körű magánvagyonnal. Ez is tartalmazza, de úgy gondoljuk, hogy ez nem elég. És a másik, amit elképedve láttunk, és felszólítjuk a miniszterelnököt, hogy a győri futball fontosságát nem megkérdőjelezve, mint a profi futball, mert más egyel nem sérül, úgy tűnik, legyen szíves szóba állni a 200 ezer ügyféllel is, és ne csak a győri polgármesterrel tárgyaljon majd a nagyon nehéz helyzetbe jutott győri futball jövőjéről. Én azt gondolom, ez mutatja ennek a kormánynak a hozzáállását, hogy mit számít a kisember, meg mit számít a barát. Ezt gondoltuk mi, és úgy gondolom, hogy folytatjuk, tehát honlap indul, nyilván eddig a Facebook felületeinken, illetve a MSZP honlapon volt ez az interaktív kapcsolattartás, de még egyszer mondom, nagyon komoly élő kapcsolat is van a 130-40 irodánk kapcsolódott be ebbe a feladatba, akiket mindig folyamatosan tájékoztatunk.
Én azt hiszem, hogy most nekünk ez a dolgunk, és nem az, hogy azt keressük most, hogy ki mikor mit hibázott, de ami ki viszont hibázott, az vállalja érte a felelősséget.